Farsang, a vidámság és a nevetés időszaka. A Sátoraljóújhelyi Városi Könyvtár is igyekszik ezen időszakban megmosolyogtatni a könyvtárba járókat, így ilyenkor több programot, meglepetést, sőt még verset is kitalálnak az ott dolgozók. Ezek egyike Timót bácsi, aki az intézmény bejárata előtt várja minden éven a látogatókat. Ennek apropóján került kihelyezésre a könyvtár bejárata elé egy bábú, amellyel célunk az olvasás népszerűsítése, a könyvek és az olvasás iránti szeretetnek az erősítése, a megmosolyogtatás és a figyelemfelkeltés. A bábú lábai mellé elhelyeztünk egy ládikát, amelyben örökbefogadható könyvek vannak, tehát bárki bogarázhat ezen kötetek között, és ami megtetszik, azt otthonába viheti, ezeket a könyveket nem kell visszahozni a könyvtárba. Szokták mondani, párban szép az élet. Itt van egész Farsang végéig az ő kedves felesége, Zelma néni is. Addig, amíg Timót bácsi kint a hidegben, könyvel a kezében, minden nap más-más olvasmánnyal csalogatja a könyvtárba a látogatókat, addig Zelma néni a folyóirat olvasó csendjében mutatja meg, hogy milyen színes folyóirat választéka van az intézményünknek. Az olvasókhoz egy farsangi jelmezverseny felhívást is intéztek, melynek határidejét most meghosszabbították. A könyvtárosok kedvcsináló gyanánt maguk is beöltöztek egy fotó erejéig. Ennek a lényege, hogy aki szeretne benne részt venni, magára kell, hogy öltse kedvenc történetének, annak egy szereplőjének alakját, és jelmezben, kezében a szóban forgó könyvvel meg kell kérnie a könyvtárost, hogy itt a könyvtár falain belül készüljön róla egy fénykép. Egészen február 10-e szombat 1 óráig a nyitvatartási időben lehet kérni ezeknek a fotóknak az elkészítését, majd a hétfői nappal, 12-én a könyvtárunk közösségi oldalára kikerülnek ezek a fényképek, és közönségdíjas verseny veszi kezdetét, tehát egészen egy héten keresztül, vasárnap éjfélig lehet az eredeti bejegyzésben, ez nagyon fontos, hogy az eredeti bejegyzésben szereplő fotók valamelyikére szavazatokat gyűjteni. A legtöbb szavazatot elérő kép tulajdonosa lesz a győztes. De ezzel egy időben a felkért zsűri egy szempontrendszer alapján győztest fog hirdetni, így két első helyezett is lesz. Az eredményhirdetés február 19-én lesz.